Jézus Mária, itt egy kiper. Szevasztok gyerekek, na mi újságban? Na figyeljetek, gondoltam csinálok egy ilyen bejelentkezéses videót, mert olyan régen volt videó, hogy ez hihetetlen. Nem tudom, olyan szar helyen van a kamera, hogyha így hátrahajolok, akkor nem látszik belőle semmi, úgyhogy így belenézek a kamerához. Szevasztok. Igen, jó, meg még borostás is vagyok, de legalább kiperes pólóban vagyok, úgyhogy fine. Egyébként olyan meleg van, hogy megőrültek. Na. Arról szeretnék beszélni, hol voltam én itt egy hónapon keresztül. Ja, egyébként rengeteg dolgom volt. Megvettük a golfot, azzal szarakodok, próbálgatom, hogy milyen felni lenne jó rá, meg ilyen hülyeségek, meg ugye rengeteget melózok, de túlóráztam is. Meg rohadt meleg is van, úgyhogy elmaradtak a videók. Ja, a golf, hogyha valaki nem lenne tisztában vele, itt van-e. Ezt a golfot vettem, ugye most vannak rajta ezek a felnék, ezek a BBS gyári 15 szorosok, ezeket gondolkoztam, hogy lecserélem, meg is hirdettem őket, és elvileg egy nézőm, jön szombaton kíváncsi leszek rá, hogy kíváncsi leszek rá, hogy egyáltalán ide érő-e. Na, milyen nap van, bazd? Péntek van, akkor holnap? Úristen. Ja, és van rá másik Garni, egy ilyen. Fú, 17-es gyerekek, Golf 2-re, ez a tipikus fön, ez a mém, tudjátok, hogy fog meg a söröm. Ez a Golf 2-re nagy a 17-es felni, fog meg a söröm. Hiper fördobja, nem szarazik. Ja, igen. Úgyhogy ez ilyen a box. Ez baromi nagy egyébként. Fú, nagyon durván néz ki gyerekek, na várjál. Jelvég. Tudok egy képet első keréken. Azt a. Igen, kicsit feljebb kell emelni, mert épp éri a gumit. Csak az a baj, 205-ös gumi. 205 vagy 215-ös? Gumik vannak rajta, úgyhogy 195-ös rálőnénk a 7,5-re, tudjátok, akkor így állna, akkor jó lenne. Csak hát most már megint gumit is vegyek, ha minden bajom van ezzel. Igazából összehozni a dolgokat rendesen, egy autón ez nem egyszerű. De legalább ma a seggel ízei le van fújva, mindjárt várjátok, van egy kép. Van itt egy kép. Ja, ugye volt ez a hiba itt a seggén, az már újra lett fényezve a hátsó lakas. Hallja. Ja, meg levettem blendét, nem tudom, most minden golfos arra veri, hogy az hú de faszán néz ki, gondolom azért, mert igazából ritka, tudjátok, amit összekötötte ezt a kettő lámpát, és volt egy blende, hát ezt én levettem emköl, mert nem tudom, annyira nem jön be nekem. Ja, sötét itt is le kell szednem az elejéről, mert megbüntettek hatfányozottan nagyon sokszor. Ja, ez van. Ja, mit akartam még mondani? Igen. Most tudom, mit vegyünk sorba. Ja, múltkor voltam egy srácnak, képzeljétek, retro elektronikai dolgokat gyűjt, és baromi jókat. Ha, tényleg meglepődtem. Például gyorsan mutatok egy-két dolgot. Ilyen hangszórók. Ja, egyébként vittem neki én egy izét most Ajcsiba a héten 20-80-asokat. Régebben vett tőlem 25-80-asokat, és akkor ez még otthon elfekvőben volt nekem, kettő tök jó állapotban, csak a happerem, tudjátok, az volt elfoszlava, de hát ezt meg is csináltatta, és ne ezeket kapta a hajcsiba, meg volt az eleje is, minden egyébként tök fasz állapotban volt. Igazából jó, hogyha egy gyűjtőhöz kerülnek az ilyen dolgok, legalább nem vesznek el. Egyébként ilyen számítógép, Commodore 64, gondolom mindenki vágja. És egyébként ez is, meg így a golf is, meg így minden így visszarántott kicsit a módba. És rengeteget gondolkoztam, hogy mit videózzak, és ne elmondanék erről egy dolgot, hogy ugye én gyakorlatilag együtt nőttem fel a számítástechnikával, meg így a számítógépes játékokkal, mivel én még Commodore 64-en kezdtem. Jó, oké, nem játszottam Pongot oszcilloszkópon, mert azt hiszem talán az volt az első játék, ugye, de ugye a Commodore 64-estől felfele, így a 286-os, 486-os, 386-os, Pentium 1-es, 2-es gépek, a találkoztam a Nintendo-val, Sega-val, meg mindenfélével, meg rengeteg játéktermi játék, és arra gondoltam, hogy csinálnék így egy-egy játékról egy ilyen bemutató sorozatot, vagy egy bemutató sorozatot, és abban a játékokról és különböző dolgokról lenne szó, mert igazából ezeket így végig sikerült megélnem. Tudom, hogy mindenki Farming Simulator-t vár, de egy picit én most a Farming Simulator-ból nagyon picit én ki vagyok égve. Nem tudom. Nem tud olyan újdonságot mutatni nekem, amiért azt mondanám, hogy oké. Okay. Próbálgattam játékokat, amíg nem volt videó rengeteget. Rage 2-t is próbáltam. Nem tudom, nekem a Rage 1 bejött, és akkor csináltak be egy Doom-ot most. Rage 2-ből. Gyakorlatilag egy ilyen nyílt világú Doom-ot. Egy ilyen gyakorlatilag nem más, mint egy ilyen őrült lövöldözős játék.
Ja, igen, próbálgattam. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a projekt, és ehhez az érához nekem nagyon-nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak ezek a könyvek, amik kalandjáték kockázat néven működnek, és meg szeretném kérni minden nézőmet, aki esetleg ismeri ezt a sorozatot, és van neki otthon olyan, hogy ez a pecsét kell, hogy rajt legyen itt az egérnél, látjátok, a kalandjáték kockázat, vagy nem is pecsét, hanem egy ilyen logó. És hogyha ilyen esetleg van neked otthon elfekvőbe, és úgy gondolod, hogy megszabadulnál tőle, akkor a Keeper nagyon szívesen megvenni, megállapodunk az árba, és dobsz egy e-mailt, igen, egy mailt, nekem leírásba lerakom, és akkor felveszem a kapcsolatot veled, mondjuk megadod ott a Facebook nevedet, vagy akármi, és akkor felveszlek, és akkor tudunk róla kommunikálni, hogy mégis mennyiért szárnád, vagy hogy mit várt cserébe érte, és akkor igazából ezekről is szeretnék. Nekem ezek nagy, nagy kultok voltak a gyerekkoromban, gyakorlatilag ez mondhatni, hogy itt ismertem meg a különböző számítógépes játékokat, bár ez nem számítógépes játék, de azért akarok róla egy videósorozatot csinálni, hogy megmutassam, hogy mégis miről szól. Na, jó, oké, akkor hogyha esetleg van ilyened, és megválnál tőle, akkor keressél meg, légy szíves, jó? Oké, nagyon szépen köszönöm előre is. Igen. Úgyhogy akkor valami ilyesmi lesz. Még valamit akartam mondani, csak szerintem elfelejtettem. De akkor ennyi lenne ez a videó. Na, nagyon szépen köszönöm a... Ja, azt mondjátok már meg, szerintetek ez a felni, ez nem egy nagy a izír. Nem egy nagy a golfra, mert akkor elcserélem valamire. Nem tudom, egy kicsit olyan, ja, olyan diszkós felni, de mégis egész jól néz ki rajt, csak lehet, hogy a 17-es kicsit nagy. Na, tényleg köszönöm szépen a figyelmet. Aztán legközelebb igen, megborotfálkozok, meg nem leszek ilyen kócos, izzadt. Legközelebb nem spontán videó lesz, hanem valami összeszedettebb. Na, köszi még egyszer a figyelmet, jók legyetek! Sziasztok!